Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz! Akkor csatlakozz be és hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. a szubzsáner. A vagy a kedvenc könyves műfajom, az kifi. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Szubzsáner 17. része. Magyarós István vagyok, és a mai beszélgető társam Jozi Tájföldről. Szia Jozi! Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Mielőtt elkezdenénk a mai adást, amiben Asimovnak egy uh, szerintem méltán Ismert és elismert művéről, a Halhatatlanság Haláláról fogunk beszélni. Előtte egy gyors szolgálati közlemény: mindenkinek, aki megteheti és van rá lehetősége, azt kérjük, hogy támogassa a csatornánkat, a Parallaxis csatornáját, a patreon.com/parallaxis oldalon keresztül megteheti egy jelképes összeggel, ami nagy segítség számunkra, hogy a műsoraink folyamatosan készülhessenek. Egy kis bónusz azonok, akik megteszik ezt a támogatást, hogy premier előtt belehallgathatnak, meghallgathatják az epizódjaikat, különböző műsorunk, műsoraink epizódus, epizódjait. És akkor uh, térjünk rá a mai kibeszélendő könyvünkre, ami, ahogy mondtam, az Asimovnak egy 1955-ben megjelent regénye, a Halhatatlanság halála, a magyar cím, ami szerintem egy kicsikét félrefordítás, vagy legalábbis én annak érzem, az eredeti angol cím az The End of Eternity, tehát én ezt inkább a, az örökké valóság végének nevezném. Vége. Tehát itt a halhatatlanság egy picit félrevezető szerintem a, a könyv szempontjából, ezt majd itt a későbbiekben meg fogjuk beszélni, hogy ezt én miért érzem félrevezetőnek, vagy miért érzem egy kicsikét problémásnak, az, hogy halhatatlanságnak hívják, de így is hivatkozik végig a könyvben. A, a, magyar fordításban. Igen, csak nem, nem csak te érzed, mert ugye bár a könyvben is vannak olyan párbeszédek, ahol ebből a... Megbicsaklik, igen, a történet. Lehet úgy is nézni, de tulajdonképpen boncolgatják azt, hogy a halhatatlanság az nem jelent halhatatlanságot, szóval ez, ez, menet közben is téma, témába válik. Igen, de pont ezért a, az örökké valóság az egy sokkal, szerintem egy, egy... érthetőbb kifejezés, tehát az angolban az, hogy eternity, az, az nem azt jelenti, mint magyarban a halhatatlanság. Pontosan így ott kevésbé érzem ezt a, ezt a problémát. Én ez érdemes tenni elolvasni angolul. Igen, biztos, biztos. Gyorsan olvasok róla egy ilyen fülszöveget, amit eddig mindig mellőztünk, de úgy érzem, hogy ez egy jó kiindulási alap lehet legalább azoknak, akik nem olvasták a könyvet, vagy már rég olvasták egy picikét, ad egy, egy settinget a, a könyvvel kapcsolatban, és akkor utána elkezdjük átbeszélni. Szóval azt írja itt a könyvről, hogy a halhatatlanság időn kívül létező elitje kényekedve szerint formálja a múlt és a jövő eseményeit. Ha valami nem tetszik nekik, egyszerűen megváltoztatják új valóságot teremtve. Eközben emberek, akár egész civilizációk is eltűnhetnek a föld színéről. Andrew Harlan technikusként dolgozik a főkalkulátor keze alatt, valóságváltoztatások terveit dolgozza ki, majd hajtja végre. Aztán egy sorsszerű találkozás egy a halhatatlanok számára tiltott személynek számító nővel fejeteteire állítja addigi rendezett életét. Rádöbben, hogy minden oldalon titkosabbnál titkosabb terveket szőnek körülötte, és neki csupán az akarat nélküli báb szerepét szánták ezekben. A tét pedig nem csak a halhatatlanság, hanem az emberi, az egész emberiség léte. Asimov vagy a furtan felépített időutazó regényét megjelenése óta legjobbjai között tartják számon, mind rajongói, mind kritikusai. Mondják ezt a könyvről. Megmondom őszintén, én már ezzel a fülszöveggel se értek teljesen egyet. Elolvasva a könyvet, én nem pont így látom, ahogy itt ezt felfestik vagy lefestik. Több pontatlanságot érzek. De maga a, az összefoglaló szerintem hiányzik belőle azt, hogy ez egy időutazós regény, egy erősen időutazásra építő, időutazással kapcsolatos paradoxonokat is feszegető regényről beszélünk, aminek igen, a központjában ez a halhatatlanságnak nevezett, vagy internetinek nevezett uh, szervezet, csoport, nem tudom, minek lehet őket nevezni, ők állnak, akik az időn kívül léteznek. Itt ez az alap. Szervezet, igen, szervezet szerintem, ez pontos. Igen. Kérdés, hogy kinek kiszervezte őket, ezt a szervezetet? Tehát, hogy egy, így a, a könyvből az derül ki, hogy egy ilyen önszerveződő ö, dologról van szó. Igen, ezt akartam szó szerint mondani, ezt Tehát, ide. hogy mondhatnánk, hogy kormányok felett áll, de hogy senki nem tud, tulajdonképpen a hatatlanságon kívül nem igazán tudnak az ő létezésükről, vagy akik tudnak, azok is csak minimális információval rendelkeznek, tehát nem, nem tudják pontosan a, a működési, Elvét ennek a halhatatlanság nevezetű szervezetnek se ennek a célját nem tudják a külsősök. Na igen, de mondjuk ez tulajdonképpen mindegy is a történet szempontjából. Hát nem teljesen, mert pont... Illetve pont bizonyos közösségekben ugye már hallottak róluk, csak különböző pegykák terjengenek, hogy a halhatatlanság, az konkrétan azt jelenti, hogy hallhatatlanokból álló csoport. mert vissza is utaltam a korábbi megjegyzésedre. Igen, de hogy tulajdonképpen meg nem erről szólna az ő, az ő munkásságuk, hanem hogy itt ez a fülszöveg is említi, tulajdonképpen ennek a szervezetnek az a, azzal a cél alakult meg, valamikor ott a 28. században, ha jól emlékszem, van a, a könyv szerint, vagy 27. már nem is tudom, amikor sikerül megalkotni egy ilyen időn kívüli valamit, teret, ami elég furán hangzik. Mindegy, tehát az időn kívül is... Ég... Időmező, vagy valami ilyesmétként referálnak rá? Vagy? Hát sikerül először rétrehozzák, és akkor utána meg megalkotják ezt a halhatatlanságot, ami egyszerre a szervezet, meg maga a hely, ahol ők vannak, tehát hogy valahogy ők kívül vannak a valós időn, hívjuk ezt valós időnek, amit mi tapasztalunk, érzékelünk, ők kívül vannak, és tudnak utazgatni tulajdonképpen ennek a helynek a halhatatlanság megteremtése, vagy létrehozásától egészen a jövőbe, nagyjából bármeddig. Feltételezhetjük azt, hogy a hallgatóink olvassák a könyvet, mielőtt meghallgatnak minket? Hát ez jó kérdés. Ha nem olvassák, akkor, akkor mi szép spoilerezzük, ez nem túl szerencsés. Jó lenne ez egészet egyfajta könyvkúnak tekinteni, tudod, hogy ők is hol mi is hol és mi beszélgetünk róla, hogyha valaki nem ért velünk egyet, vagy egyetért, akkor tud kommentelni bizonyos helyekre. Tehát val ebből kellene kiindulni. Én is ebből indulok ki, hogy inkább olyanok hallgatják meg, akik már olvasták a könyvet, vagy ha nem olvasták a könyvet, akkor egyszerűen, egyszerűen érdekli őket, hát ha kedvet kapnak hozzá, hogy végigolvassák. Én inkább abból indulok ki, hogy a többség az tudja, miről van szó, ezért próbálok úgy beszélni a könyvről, hogy nem próbálok homályosan fogalmazni feltétlenül azért, hogy elkerüljem a, a, spoiler veszélyt, hanem elmondjuk, hogy szerintünk így, meg úgy, meg ez történt, meg azt történt. Lenne kérdéseim hozzád ezzel kapcsolatban. Jó, hallgatlan. Hogy a szereplőt, a főszereplőt, elnézést kérek, mert többször is megtettem, a nevekkel nagyon-nagyon rosszul állok. Harlan technikus, végig így hivatkoznak. Az első podcastben szépen kijegyzeteltem a neveket, azért mert de azóta se. <gül> <gül> Lehet, hogy megpróbálom majd egyszer később. Kedveltet? Tehát, hogy, hogy idegesített téged? Igen, tehát, hogy ő, ő nem igazán mondhatom egy ilyen pozitív, szerethető, vagy ilyen, akinek könnyen a, a helyébe képzelem magam típusú szereplőnek, főszereplőnek, mert olyan főszereplő a könyvnek, hanem tulajdonképpen az ő történetén keresztül ismerjük meg a dolgokat, de hogy nem próbálja, számomra nem volt szimpatikus, meg nem tudtam együtt érezni vele, tulajdonképpen. Egyszerűen csak valaki volt, aki vel történnek a dolgok, akinek a, tényleg az életén, szemüvegén keresztül megismerjük, hogy mi történik, hogy miért történik. Kiderül, hogy ő borzasztó fontos itt az egész halhatatlanság szempontjából, amit az elején még nem tud magáról. Idővel ez, ez kialakul benne ez a kép, ami valószínű ez is egy kicsit ellenszenvessé teszi, egy ott pillanatban ő... Idegesített ez a fickó, tehát így ilyen, néha jól lett volna egy-két pofot lekeverni. Igen, 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 erősen hangoztatja magáról, hogy mennyire fontos itt a halhatatlanság szempontjából, meg mindennek a szempontjából, és hogy ez mennyire fölötte áll a többieknek tulajdonképpen, tehát hogy van benne egy ilyen erős ego, az érződik, igen. A másik, ami ideges, hogy igazi ösztönlény volt, tehát hogy igazából mindig az első gondolat, ami jött neki, tudott, tehát így pszichológiailag viszont helyes volt, logikus volt az, az egész hullámvasút, amin végigment, de mégis idegesített volt, mert egy pillanatra nem állt meg, nem lép, tehát nem tudom, hogy te hogy vagy vele, vagy az hallgatóink hogy vannak vele, én szeretek néha megállni bizonyos helyzetekben, és így picit így kívülről szemlélni magamat és a helyzetet. És hogy ez, eznek belőle teljesen hiányzott, tehát egy ilyen, ilyen tett egyszerű kis ösztönlény volt, hogy bizonyos hatások, információk úgy reagált, tehát mint egy ilyen hörcsöglen lenne, vagy egy kutya, amit így piszkálsz tudod. Ne, hát én ennél szerintem azért sokkal komplexebb volt ennél. Nem igazán volt maga a könyvben lehet hogy kifejtve hogy mikor állt meg ő ezeket átgondolni, ezeket a, a dolgait, de, de van... Volt hát, amikor... egy pillanat a végén, a vége előtt, a, a happy end előtt, vagy happy, end, ja, mondjuk happy úgy. end, hát igen, az egy jó kérdés, hogy ez a happy end. Mit, ne, mit, nevezünk happy endnek. Igen, hát a vége előtt ott volt, amikor kihangsúlyozta az író, de a sorok között olvasva azért látszott, hogy többször átgondolta őt, tulajdonképpen terveket kovácsolt, az, hogy őt az érzelmei vezették egy olyan szervezetben, ahol ő tulajdonképpen de szinte senki nem veszi őt ember számba, hogy ez a, itt a technikusokról tudni kell, hogy ebben a hatatlanságban ők azok, akik végrehajtják a valóságmódosításnak nevezett dolgokat, amit a fő kalkulátorok számolnak ki, és ettől változik meg a valóság. Igen, és ez a visszajövőbe típusú időutazásról van szó. Ha jól értettem, ezt jól értettem? Tehát az, amikor hatással tudok lenni a jelenre, hogyha a múltban megváltoztatok valamit. Igen is, meg nem is. Tehát a visszajövőben ott abból olyan szempontból másabb, hogy ott benne volt az ember, uh, Márti, abban a valóságban, tehát hogy ő benne volt vég a valóságban, ő ugrott, csinált változtatást, akkor az ő jövője változott. Én azt gondolom, hogy egy idővonal. Itt tehát a különbség, egy, egy hogy itt a halhatatlanság. Egy, igen, egy, egy, egy fix idővonal. Nem, fix. Van egy idővonal, ami változtatható kívülről. Tehát, hogy itt ez a, hogy a halhatatlanság az kívül esik ezen a valóságnak nevezett dolgon. Igen, de az idővonalon belül változtatnak. Tehát például, például, hogyha volt, volt olyan Igen, történet, belépnek, vagy, megváltoztatják, és a Belépnek, késő... ott, ott mondjuk meg elkéshet valaki valahonnan, mondjuk egy előadásról, vagy valami hasonló volt, és akkor abból az jött, hogy nem, nem valami háború, vagy nem találtak el valamit, valami hasonló, aztán többi ilyen hasonló történet volt, tehát igazából. Igen, de nem a saját múltját, saját jövőjét, saját jelenét változtatja, hanem ő teljesen kívül van. Kvázi objektíven nézi ezt a dolgot, tehát nem, a, nem az történik, mint Mártinál, hogy a saját anyjával randizik, meg a saját. Tehát ettől, sőt, erre komoly szabályaik is vannak. Hogy... Persze csak igazából az idő, a, a típusról beszélek, hogy nem egy multiverzumos, Igen, 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 igen. Hanem nem az, hanem nem, az, nem. az egy... Ilyen szempontból igazad van az a fajta, amit, amit a visszajövőben is látunk, amikor mindig van egy adott valóság, ami viszont megváltoztatható az időutazás segítségével. Itt mondom annyi a különbség, hogy itt bent történik a valóságban valamilyen változtatás, de ezek hallhatatlannak nevezett, kik szintén emberek végzik el tulajdonképpen egy előre kikalkulált változtatást, aminek folyamányaként a valóság teljesen megváltozik, a valóságban lévő embereknek a változtatáshoz mérten változnak meg az emlékei is tulajdonképpen, mintha mint, mint, mint mindig is az lett volna a valóság tulajdonképpen, úgy változik meg, és elméletileg itt ez a halhatatlanságban, akik kikalkulálják, azok a, azok a kalkulátorok kiszámolják, hogy melyik lenne az a minimális beavatkozás, ami a maximális hatást eléri, ugyanolyan emberek tulajdonképpen, mint mi vagyunk, csak valamikor még a 16 éves koruk környékén kiválasztja őket ez a szervezet, ki vonják őket a valóságból, Általában azért ilyen fiatalon ne legyen még családjuk, ne legyen feleség, gyerek, valami, ami összezavarhatná a jövőt azzal, hogy őket kivonják a valóságból, és egy komoly kiképzés után kerülnek oda, hogy valamilyen beosztásban dolgozhatnak a halhatatlanságban. És elméletileg mindent azért csinálnak, hogy a, az emberiségnek egy szebb, boldogabb jövője legyen. És itt ez egy, számomra egy nagyon érdekes, és azt hiszem a boldogság maximalizálása, valami ilyesmit említ a könyv többször is, hogy ez a, a változtatásoknak a célja. Volt még azt hiszem abban az időben, amikor, amikor Asimov ezt írta, tényleg volt egy ilyen elgondolás, filozófusok gondolkodtak rajta, hogy akkor hogy kéne definiálni az emberiségnek a, az össz boldogságát, hogy az, 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 szerint lehessen dolgozni tulajdonképpen, amikor akarunk valami egész bolygót, egész emberiséget érintő dolgokat akarunk csinálni, változtatásokat akarunk eszközölni, a mi világunkban itt most nem, nem feltétlenül időbeli, vagy ilyen valóságváltozásról beszélek, akkor is hogy tudjuk definiálni, hogy miért, miért ezt csináljuk, vagy miért azt csináljuk, mi számít a legjobb jónak az emberiség szempontjából. Boldogságról mindig, mindig Popper Péter jut eszembe, nem tudom, hogy hallgattad az előadásait, ő ezt így eléggé rövide zárta, tudod, hogy elég bután néznénk, hogy folyamatosan boldogak lennénk, tudott, tehát... Nem tudom, hogy mennyire vagy otthon popperbe, én imádtam, imádom a mai napig. Teljesen, teljesen jogos megjegyzés, tehát, és szerintem teljesen megfoghatatlan ez az egész, hogy hogy mi az, ami az emberiségnek úgy egészében a javát szolgálja, és e is fut ki majd a, a regény. De az elején tényleg azt látjuk, hogy itt van, felépítettek egy szervezetet, szépen működik, régóta létezik, ott vannak tulajdonképpen minden fontosabb, sőt, minden században van egy tudom is én. Képzeljünk el egy ilyen irodát, vagy egy ilyen irodaépületet, tudom, valami hasonlónak tudom én elképzelni, aminek van egy része, ahol van egy kabin, amivel lehet a különböző századok között utazni, és minden században, ha kiszállsz, ott találsz kvázi egy emeletet, annak a századnak a, az irodáját, ahol élnek halhatatlanok, úgy nevezik magukat. Kívül igen, 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 igen. És ott megvannak a lakókörzeteik, megvannak az irodáik, ott dolgoznak, megfigyelik a valóságot, számolgatnak, hogyha éppen kell valamit a valóságon változtatni. Van egy időtanács, aki jóváhagyja ezeket a változtatásokat, majd jön egy technikus, több, többnyire egy másik századból, aki megcsinálja ezeket a változtatásokat, utána pedig kiértékelik ésük úgy érzik, hogy ők mindent megtettek azért, hogy itt a világ az jobb hely legyen, hogy az emberiségnek jobb legyen. Nem csak érdekes, hogy miért küzdeni, elejtenek ilyen megjegyzéseket, hogy hát küzdenek a, a drogok ellen, mondjuk azt értem, próbálják leküzdeni az űrhajózást és ilyeneket. Tehát, hogy van egy ilyen tökéletes értékrendjük, amiket elejt a szerző menet közben, és akkor végén majd ez értelmet nyer. Tényleg van egy saját értékrendjük, amit nem lehet tudni igazából, hogy ki határozott meg, hogy miért gondolják azt, hogy ez a legjobb az emberiségnek, vagy az a legjobb az emberiségnek, vagy az a legjobb, tehát hogy mely, milyen valóság az ideális, van egy egyáltalán ideális valóság, ideális irányvonala az emberiség fejlődésének, hogy ezt emberek találják ki, és viszonylag szűk rétege az embereknek, Oké, okay, hogy nemféle matematikával, tehát hogy van felépítve, és az Asimovnak ez későbbiekben majd visszatér az alapítvány sorozatában, ott tudjuk, akik olvasták, ismerik, hogy ott is megalkotott egy kvázi olyan tudomány, histomatematika, vagy valami ilyesmi a, a magyar. History, 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 a... Historia, van egy ilyen, de mindegy, matematikai alapokra épített számításokkal alátámasztott elemzése, a jövőnek, és abból tulajdonképpen prognosztizálása. Van, van logika benne tulajdonképpen. A nagyobb tömegek így kiszámítatóan viselkednek. Tehát ugyanúgy, mint a... ez megint nem én érték, de hogy egyetlen gázmolákkorának nem tudod meghatározni semmi se szinte. De mondjuk, hogy egy mit tudom én néhány köbméternyi gázt, az sokkal jobban tudsz a viselkedését Igen, statisztikai alapokon, igen, nagyon szépen lehet modellezni. Itt is valami hasonló áll a, a, a háttérben. Itt abban a halhatatlanság halálában is ezt, egy -ehhez hasonlót, használ. Itt nagyon kérdéses, hogy meg lehet-e fogni matematikával, és le lehet-e írni, hogy ez hogy működik, hogy a valóságban, ha én arrébb teszek egy tárgyat innen-oda, akkor abból vissza lehet-e modellezni. Tehát lehet-e modellezni a valóságot úgy, hogy az teljesen megfelel. Tehát egy olyan modellt, matematikai modellt létrehozni, ami sokkal kevesebb változót használ, mint a valóság, mégis százszázalékosan lefedi a valóságot. Mert a modelleknek ez a lényege. Hát én ezzel nem szoktam elgondolkozni. Ezt Azt mindig mondtam neked, és nem tudom, hogy adásra mondtam, hogy számomra elkezdek olvasni egy könyvet, és abból indulok ki, hogy, hogy az egy másik univerzum. Tehát, hogy nem feltétlenül a, a helyi logika-szabályai jókot, és hogy az legyen egy elvárásom, hogy a saját rendszerén belül legyen logikus akár abban az univerzumban lehet egy ilyen matematika is. Én azt nem mondom, hogy nem lehet matematika, én magáról a, arról az elképzelésről, mert ugye egy modellnek a megalkotása azt tulajdonképpen erről szól, hogy valamit, ha le akarok modellezni, akkor leegyszerűsítem, hogy könnyebb legyen vele számolni, és még mindig megfeleljen, a kvázi a valóságnak megfelelően működjön az én modellem. Tehát például, amikor a, tudom is én, micsodát az egyenes-egyenletes mozgást tanítják, meg tanuljuk, akkor lemodellezzük, és egy pontá tesszük egy pontot használunk arra, hogy egy tárnak a mozgását éppen, mozgásfüggvényeket egy, egy kis pontmozgásával tulajdonképpen le tudjuk modellezni, mert nem érdekel minket az összes többi paramétere, de a valóságot lemodellezni kevesebb változóval, mint amennyi van a valóságban, ez nekem egy olyan érdekes gondolatkísérlet mindig, hogy le lehet-e ezt, le lehet -e ezt modellezni, de most tegyük fel, hogy ez megvan, és itt működik, nem is ez a lényeg, hanem tényleg az a, az, az értékítélet, ami, ami mozgatja őket. Mert jó, hogy van nekem egy matematikám, amivel ki lehet számolni, hogy ha ezt csinálom, akkor ez történik a valóság, vagy így íródik át a valóság. De milyen alapon döntök, vagy milyen alapon döntünk mi halhatatlanok arról, hogy mi a jó az emberiségnek? Az egyik legfőbb kérdést tetted fel, de visszavutálnék az előző kérdésre. Egy podcastben hallottam nem olvastam utána, de hogy a, tehát a mesterséges intelligencia, mostan mesterséges intelligencia bizonyos esetekben nagyon, nagyon jól meg tudja jósolni az időjárást, de azok a modellek tudják megjósolni az időjárást, ami nem matematiká alapolnak, hanem sima statisztikán. De igen, tehát, hogy ők átlagolni próbálnak az alapján, ami eddig történt, de hogy ez... Tehát hiába rakták bele azt, hogy hogy működnek a fizikai folyamatok a modellbe, annál rosszabb lett az eredmény. Statisztikával meg sok mindent el lehet érni, meg lehet mutatni, meg lehet tanulni, meg lehet jósolni sokszor működik, amikor új dolgok jönnek a képbe, amit a statisztika nem tud lefedni, akkor ott viszont elhasal, elbukik, olyankor tévedhet. Hát ugye, ez az alapkérdés. Hát, ez az emberiségnek a drámája szerintem, amilyen kérdés most feltettél, hogy minden egyes ember egy individuum, vannak ugye már erről beszéltünk, ugye már influencerek, mindig is voltak, csak más, tehát ugye már vezetők, írók élnek, és hogy mindeniknek más a véleménye. Tudom is, én megválasztunk, ezer embert, a legokosabb ezer embert összeültetjük, hogy ők döntsék el. Tehát tudhatja-e akár csak ezer vagy tízezer individumnak a csoportja eldönteni, hogy mi jó az emberiségnek? Tehát, hogy meg lehet-e fogni magát azt, hogy nem tudom, egy ilyen egy absztrakt dolognak tartom én az emberiséget, hogy annak mi a, a legjobb, mert hogy az, hogy mi jó neki, tehát először is most jó neki, hogyha fennmarad. De az első kérdés inkább az, hogy mi van. Valami szinten értelmiségnek tartom magamat, nyilván te is az vagy. Konszenzusban ebbe egyetértünk, hogy mondjuk a világ vezető tudósai, amit mondanak mondjuk a tal, hogy mi van, az időjárással kapcsolatos, tudod, az a... Mi elhiszük nekik, hogy, hogy baj van? Tehát, hogy ilyen szinten annak az öt-tízezer embernek elhiszük azt, hogy mi a helyzet a világban. Hát ez a túlzás, hogy elhiszük, egy része elhisz, egy része nem, egy része vitatja. Ha ad magára a tudós, mindig azt mondja, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint így gondoljuk. Tehát nem ha az... van egy konszenzus a világvezetők tudósai között, akkor egy, egy, egy iskolázott, értelmes, kritikusan gondolkodó értelmiségi nagyjából elfogadja az ő értékítél, vagy ítéletüket, értékítéletüket. Tehát, hogyha innen indulunk ki, tehát azzal kapcsolatban, hogy mi van, azzal kapcsolatban azért el tudjuk fogadni mondjuk a, a, a top 10 tudósnak, vagy x ezer tudósnak a véleményét. És akkor most Innen jött a következő lépés, hogy mi legyen. És akkor visszaadnám neked a szót akkor, ha nem tudom, világos voltam, hogy mire gondolok. Értem. Itt maga a, a regényünk szempontjából ez kevésbé probléma, mert ott tényleg létezik nekik az a matematikájuk, és mi külső szemlélőként nézik tulajdonképpen a valóságot minden században. Hát igen, de a paramétereket ők rakják vele. De az, hogy mi van, de azt, hogy mi van, azt ők tudják, és azt is tudják, hogy nem csak az, hogy mi van, hanem mi van az x században, és mi van az x plusz egyedikben, x plusz kettőben. Tehát az ő matematikájuk ezt, és az, hogy ők ott vannak a valóság minden egyes századában, az megengedi nekik, hogy tényleg tudják, hogy mi van és abból, ha mi van, mi lesz. Tehát, hogy én ezzel itt ezt el tudom fogadni a regénynek, hogy itt van egy olyan tudomány, ami ezt megengedi számukra, hogy ők pontosan tudják a, a valóságot. Én a kérdésed volt, hogy mi legyen. Tehát, hogy az volt a kérdés, bocsánat, mert picit megzavartalak szerintem. Igen, de hogy mi alapján, mi alapján döntöd el? És erre utaltam ki a, a való világban, hogy azt létezik az, hogy egy, 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 elitnek mi elhiszük azt, hogy mi van. Az a kérdés, hogy az, hogy mi legyen, az, annak kinek van joga, és hogyan van joga ezt eldönteni. És ők eldöntik, tehát, hogy eldöntik, hogy nem jó az űrutazás, meg mit tudom, mi mi, 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 nem jó. Ezt a kérdést te feltett és ez tök jó kérdés, hogy erről mit gondolsz, hogy hogy, hogy lehet ezt így eldönteni. Mert hogyha minden ember a saját fele után megy, abból az lesz, ami most van, hogy ezzel rohanunk a szakadék felé, mint emberiség. Hol lehet ez feloldani ezt a problémát? Kétlem, hogy tartana olyan értelmi szinten az emberiség, akár a legokosabb tízezerje is, hogy tudna ilyen típusú értékítéletet most megcsinálni, végrehajtani, amiben el tudná dönteni, hogy mi a legjobb az emberiség számára. És főleg, hogy megpróbáljuk kvantifikálni, maximalizálni a boldogságot per emberiség, akkor egy nagyon csúnya irányba megyünk el, amikor tényleg megpróbáljuk összeadni az összboldogságot, azt el lehet érni úgy, hogy a 8 milliárdból 7,9 milliárd, hogy mindenki átlagosan van egyféleképpen, vagy egy szűk nagyon-nagyon boldog, míg a többiek picivel átlagon alul vannak. Tehát nagyon sokféleképpen össze lehet egy ilyen összboldogságot rakni, és akár úgy is, hogy egy ezrelék a népességnek eszméletlen borzalmas állapotban van, és nagyon rosszul, nagyon nem boldog cserébe, hogy a maximalizáljuk a boldogságot. De hogy ezt meg lehet -e tenni egy emberiséggel, meg lehet -e tenni a, boldogság maximalizálása céljából az, hogy valakiket embertelen körülmények között tartasz. Tehát, hogy ezek sokkal inkább filozófiai kérdések, és nem is nagyon megy bele a Simov. Tehát én azt érzem, hogy próbál, tehát ő tényleg tudósként Objektíven, távolságtartóan áll hozzá, és nem is boncolgatja annyira ezt a részét, hogy akkor meg, mennyire van neki joga hallatotlanak eldönteni, hogy mi a, mi a boldogság, hanem egy aspektusra koncentrál a regény közepétől arra felé, mikor elkezd ki, tulajdonképpen kibontakozni az igazi cselekmény. Az elején csak annyit követjük, hárlánt látjuk, hogy akkor hogy lett belőle. Technikus, még azt is végignézzük, ahogy összeismerkedik egy nővel, aki a hatatlanok között nincsenek nők, nem engedik, hogy családot alapítsanak a halhatatlanok, hogy megtartsánk tulajdonképpen valahogy ettől mondhatni pártatlanok, hogy ettől objektívek a valósággal szemben. Ő ennek ellenére találkozik egy nővel, szerelmes lesz egy nőbe, és elkezd őrültségeket csinálni, amiatt. És belekényszerítik tulajdonképpen. Mert a találkozás pont véletlen volt, de hogy utána a kapcsolatot belekényszerítik. Ezen cselszövés a cselszövésben. Igen, ezt a később meg tudjuk, hogy itt többen is belenyúltak tulajdonképpen az ő valóságon kívüli valóságába, ami megint csak egy érdekes réteg ennek a, ennek a könyvnek, tehát ugye először azt hiszük, hogy ezek a halhatatlanok, ezek teljesen függetlenek, és itt az ő valóságuk az, az nem befolyásolható, és kiderül, hogy igenis van ebben is egyfajta lehetőség ennek a befolyásolására és eljutunk abba a pontba, amikor elmesérli Harlannak, aki tulajdonképpen szerelmes lesz egy nőbe, és semmi más nem akar csak valahogy megmenteni ezt a nőt, amikor kiderül számára, hogy ennek a nőnek meg akarják változtatni a valóságát, és egy valóságváltoztatás után az, amit a nő érez iránta, mert itt azt mondja a nő, hogy ő is szereti, az eltűnne, vagy akár a nő el, teljesen elfelejti, teljesen megszűnik a kapcsolatuk, ő meg ragaszkodik ehhez, mint egy fiatal férfi, mert tényleg egy fiatal férfi, aki hormonvezérelté válik ebben a pillanatban, hogy, hogy szerelmes lesz, meg akarja menteni a nőt, ő csak ennyit akar. Ezt próbálja tulajdonképpen elérni a cselekedeteivel. Igen, de az elején, a, elején, meglátja a nőt, tetszik neki, de pont azt javasolta, hogy a távoli el a halhatatlanságból a nőt valamiért főnöke, vagy az egyik főnöke küld egy olyan társra, hogy a nő mellett kell lenni egy bizonyos ideig, tehát így igazából összeerőltetik a... Látszott, hogy van, van kémia, és akkor ezt egy volt egy katalizátor tulajdonképpen azt, hogy kellett időt tölteniük, és akkor innen jön a bonyodalom gyakorlatilag. Kiderül a későbbiekben, hogy az a, az a kalkulátor, akinek éppen a keze alá kell dolgozzon, az rossz indulatból megrendezi tulajdonképpen ezt a, vagy létrehozza ezt a szituációt, amivel rá akarja venni a szegény Harlanunkat hárlán, arra, hogy megszegi a szabályokat, amit sikerül is neki, de ez egészen csak azért, hogy Harlannak a főnökét, a fő kalkulátort ellen tulajdonképpen áskálódjon. És így derül ki, hogy ezek az emberek itt a hatatlanságban semmivel se jobbak, mint az átlag emberek a valóságban, tehát ők pont ugyanolyan gyarlók, pont ugyanolyan kicsinyesek, a saját érdekeik szerint cselekednek. Mondják ők, hogy itt a szent cél az, hogy a az idővonalat, a valóságot, meg az emberiséget a lehető legjobb, legboldogabb irányba vigyék, de egy közben pedig semmi másról nem szól, mint a helyezkedésről, hatalmi harcokról, egymás kihasználásáról. Tehát, hogy pont ugyanolyan emberiek, mint mindenki más a valóságban, egyetlen előnyük, hogy ők kívül vannak, ergo bele tudnak szólni és át tudják írni a valóságot. Nem tudom, te hogy láttad én nekem ez jött le belőle, egy erős kritika volt ez szerintem Asimov részéről, hogy ha van is egy olyan szervezet, aki, aki úgy érzi, hogy fölötte áll az emberi gyarlóságnak, és neki nagy hatalma van, attól, hogy abban emberek vannak, pont ugyanolyan gyarlón viselkednek, mint az átlagember, akinek nincsen hatalma. Igen, igen, az egész ilyen, ilyen, erőszak szervezet, erőszak nélkül, tehát hogy, ilyen, hogy a, amit ők gondolnak, az rákényszerítik a világot, tehát így módosítanak itt a valóságon, ott a valóságon, és ez azért szörnyű valami egy, egyik oldalról, más oldalról, meg az emberek nem, tudja, nem tudnak róla, tehát amiről meg nem tudsz, az nem fáj, tehát más ez megint egy ilyen, érdekes dolog. Vannak ilyen apróságok, ami például nekem tetszettek, én arról is szeretnék kicsit megbeszélni, beszélni, mert meg elmen lejárni. A, az a, az a rész tetszett, amikor ilyen nagyon szépen leírta azt az állapotot, amikor az ember félállomban gondolkozik a dolga elő, és teljesen elszakad a valóságtól az például kifejezetten tetszett, hogy ez beleszőtte az író. Igen, amikor úgy megvilágosodik kvázi, de hogy, hogy utána nem emlékszik rá, majd szépen lassan a tudatalattiából ez előtör, és akkor összeáll majd a képben. És akkor elkezdett gondolkodni, hogy hát akkor ő mennyire fontos, és akkor bárkivel előfordul, amikor elkezdi a gondolkodni, hogy hát akkor mennyire fontos, és akkor utána már fordalmat akart csinálni elméletben a halhatatlanságból, hogy még a szakszervezet is kartulajdonképpen alapítani, meg ilyenek ilyen. Ez, ez, ez azért tetszett, ilyen kedves dolog volt, hogy így működik az agyunk. Ilyen apróságok meg tudnak fogni engem. Sok olyan kis része van a könyvnek, ami nekem is tetszik, és ide elgondolkodtat. Meg nagyon emberi, ahogy ez is, amikor, amikor erről beszél, hogy hogyan jön az ötlet, majd később, a végén már reflektál erre, hogy az lehet, hogy nem is teljesen csak az ő mielőtt álomba De, Nem az ötletről beszélek, hanem, hanem, ahogy ugyan, ugyan eszkalálódott egy fél álomba. Tehát, hogy abból, hogy ő fontos, abból már az a hogy majd zsarolni fog az időtanácsot. Tehát, hogy igazából ez a, ez a folyamat, meg a, a másik, ez, ez a hullámvasút, hogy valakinek hisz, annak tükrében cselekszik valamit, akkor kiderül, hogy ez mégse jó, akkor a másiknak kezd, kezd el hinni, az, az, a, az a implementáció tűnik logikusnak, és akkor teljesen másképp cselekszik, és én is mentem ezen a hullámvasúton vele. Pedig azt mondtad, hogy nem volt túl szimpatikus neked, mégis el tudtad, mégis fogadni azokat, azokat az inputokat, ami alapján ő megváltoztatja a véleményét, meg a cselekvését. Igen, itt ez például nagyon kritika lehet az igazságérzetre, tudod? Tehát, hogy a, a legtöbb ember azt mondja, hogy hát, vagy nagyon sok ember az igazságérzetem így, meg úgy, ez egy nagyon jó kis görbetűköt mutat az igazságérzetünknek. Csak gondolj vele, hogy, hogy hányféle igazság volt ebben az egészben. Tehát, hogy volt a, a fő kalkulátornak az igazsága, a, nem is tudom, hogy mi volt az a kifejezés, hogy a... Körbezárul, itt ez volt a... De ott volt a, annak a rossz indulat, annak a narratívája, akkor ott volt a happy narratíva tulajdonképpen. Emberünk az minden egyes narratívában másképp cselekedett. És én követtem, és az igazságérzetem azt mondta, hogy ó, szerencsétlen, hát szét akar, el akarják rabolni a nőjét után, meg drukkoltam neki, hogy ki tudjon szabadulni abból a, akármivel. Azt mondtam, hogy kiszabadult, és kiderült, hogy hát hiba volt, akkor meg neki, hogy, hogy, meg tudja, ki tudja a hibáját. És utána meg, amikor kiderült, hogy a happy end, hogy a nő mit képviselt, akkor meg azt tudtam elfogadni, és így végigmentem vele, és igazságérzetem öre, reflexíven ezt így egy görbetűkörnek tartom az igazságérzetem felül, mert felültettek engem is. Te átláttál ezen az egészen, vagy mennyire követte -e a lelked ezt az egészet? Nem igazán tudtam azonosulni a, a főszereplővel, tehát én nem úgy éltem meg, én, és legtöbbször ez van a könyvekkel, tehát nagyon ritkán van számomra az, hogy én annyira beleélem magam a, a főszereplőnek a helyzetébe, és akkor belülről próbálom én ezt nézni, hanem én szeretem ez a külső szemlélőként szeretem elolvasni a könyveket. Látom, mi történik, és akkor ezt elgondolkodok rajta, hogy vajon ezt miért csinálta, vagy vajon ez így oké, okay, és hogy ezt csinálta, vagy azt csinálta. Számomra nem volt ennyire hullámvasút a történet, igen érezhető volt az, hogy tényleg meggondolatlanul cselekszik, tényleg amikor kap egy újabb információt, akkor megváltozik a véleménye, és akkor azt szerint próbál cselekedni. Számomra ez nem volt ennyire megrázó, meg nem, nem volt egy ilyen belső utazás, vagy egy hullámvasút, Ilyen, így működik az ember, hogy nem is tudhatsz mindig minden információt, akkor, amikor véleményt formálsz, vagy akkor, amikor döntést hozol, nincs olyan, hogy meg tudtál volna vizsgálni minden irányból egy szituációt, mert nem, meg se kapod az összes információt minden helyről, hanem abból, amit tudsz, abból szűrsz le te egy igazságot, és az alapján hozol egy döntést. Majd a későbbiekben, hogyha változnak az inputok, akkor néha megmásítod a döntésedet. Szerintem ez, ez teljesen úgy működött ő is, ahogy az átlag ember szokott működni. Hogy amikor még, még elmondanak neki egy cseppet, vagy még elmondanak neki még két oldalt a, a valóságból, akkor úgy átértékeli, magában a dolgokat. Hát én együtt sűrök, együtt nevetek, és egyik idegeskedek velük egyébként. Tehát, hogy nekem így tényleg egy hullámvasút, de... Valószínű, ezért bírod, bírod, nehezebben az ilyen pessimistább, ö, sötét hangulatú ö, regényeket, amikor sok negatív éri a, 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 főszereplőt, meg úgy mindent, azokat nehezebben, nehezebben viseled el, mert pont... Túl remélye, estressz, igen. Igen, igen, igen de túlságosan beleéled magad a dologba. Hát ja, ez így van, ez, ez Visszatérve itt a könyvnek, a, 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 még itt a amikor kiderül, hogy mi is a, a tétje ennek az egésznek, és mi történik, az amikor a főkalkulátor elmeséli Hárlannak, létrejött a halhatatlanság, az annak hogy a 22. században egy matematikus létrehozza ezt az időmező nevezetű dolgot, majd ennek a matematikája 5 évszázadda később ott ki is dolgozzák, és akkor azzal már sokkal több mindent lehet csinálni, de maga az időmező, ami megmutatja, hogy létezik, időutazásnak a lehetősége, ez a 22. században létrejön, senki se érti, hogy lehet létrehozni, vagy nem, hogy senki se érti, nem is sokan gondolkodnak rajta, de hogy Harlannak ez valahogy a fejébe ö, üt, mivel ő szereti a, az ilyen ős történelmet, vagy hogy nevezik, tehát a, az időutazás kitalálása előtti időket szereti tanulmányozni, van egy ilyen becsípődése Harlannak, és furcsának találja, hogy hogy lehet az, hogy sikerült megalkotni ezt az időmezőt úgy, hogy nem volt meg a matematikai alapja, és még 500 évig nem sikerült ennek a matematikai alapját kidolgozni. Oké, okay, hogy van úgy, hogy valamit kísérletileg sikerül létrehozni, majd utána megalkotjuk hozzá a mateket, ezt a mai világban, meg eddig az elmúlt több száz évnek a. Ezért van itt, talok, igen. Itt az a kérdés, hogy tényleg egy annyira, annyira forradalmi dolgot, amit utána 500 évbe telik, annak a matekét megalkotni, hogy lehetett létrehozni ezütszöget Hárlán fejébe, és erről derül ki majd a főkalkulátor elmesélése nyomán, hogy valójában az az ember, aki a 22. században megalkotja ezt az időmezőt, az a halhatatlanságból kerül oda. És ezt onnan tudják, hogy megtalálták a naplóját, amiben ő leírja, hogy ő a halhatatlanságban volt, ott kapott matematikából kiképzést, majd őt elküldték a 22. században, ahol is ő megalkotja. És akkor itt derül ki, hogy tulajdonképpen az egész halhatatlanságban van egy időhúrok, vagy egy húroknak nevezzük egy húrkot, ahhoz, hogy létrejön a halhatatlanság, ahhoz szükség van a halhatatlanságra. Mert a halhatatlanságban van meg az, amikor, és akkor egy naplót találnak, és a naplóból derül ki, hogy hogy hívták az illetőt, aki vissza lett küldve, hogy hívták azt a főkalkulátort, aki ezt az illetőt kiszedte a saját valóságából, és elkezdte tanítani, és hogy hívták azt a technikust, aki tanította ilyen ősi történelemre ezt, a, ezt az illetőt. Én most már így gondolom érthető, hogy akkor miért Hárlán, és miért gondolja Hárlán magáról azt, hogy, hogy ő nélkülözhetetlen, mert ezt a lesikerült vezesse tulajdonképpen ő úgy gondolja, hogy ő annyira okos volt, hogy sikerült kikövetkeztesse, az az ember, akit ő tanít, az, az az ember, aki majd vissza kell kerüljön a múltba, hogy megalkossa az időmezőt, hogy abból majd utána létrejön a halhatatlanság. Tehát van egy ilyen időhurok körbezárul dolog beleépítve a regénybe, amit én érdekesnek találtam, és egy jó paradoxonja tulajdonképpen, egy ilyen időparadoxon, ez a honnan jön az információ. Egyenes út a örültséghez, a Dili házhoz, hogy az ember sokat gondol bele, de ez csak a, a konfliktusnak a, nem, nem a lényege tulajdonképpen. Hát egy jó ideig ez tűnik a fő. De az igazi lényeg az, hogy az emberiségnek mire van szükséges, mert az emberiség jövője. Tehát nagyjából ez a, ezt a filozófiai kérdést veti fel az író, és ő le is teszi a voksát ezzel kapcsolatban valahol. Igen, de ez már a végkifejlett. Tehát egy adott pillanatban azt hiszi az ember, hogy ez volt a fő konfliktusa a regénynek, hogy akkor a halhatatlanságot sikerül-e létrehozni, mert Harland ez a szerelmi történet eljutatja abba az állapotába, amikor megpróbálja meg, megfúrni tulajdonképpen ezt a tervet, megpróbálja tönkretenni ezt a visszaküldjük a múltba, hogy inkább szűnjön meg az egész halhatatlanság csak azért, hogy az ő barátnőjének a valósága ne változzon meg, tehát egy ilyen tínédzser viselkedés. Hogy meg a szomszéd lova is. Ez tipikus Hát ez a csalódott szerelmes, inkább én azt mondanám, akinek elvették a szerelmét, és akkor ő mostan törzúz dühében. És úgy tűnik, hogy ez a fő probléma, hogy ez történik. Inkább meg kéne akadályozza az egész halhatatlanság kialakulását csak azért, hogy, hogy bosszút állhassan a halhatatlanságon. Majd tovább megy a történet, és akkor itt az ember kezd gyanakodni, hogy lehet, hogy mégse ez volt a fő konfliktus, és jutunk tovább ezzel az egésszel, meg sikerül győzze őt a fő kalkulátor, hogy hát még lehet változtatni, mert attól, hogy ő elrontja ezt a, azt az utat, amikor vissza kellett küldeni a múltba, és most én is bajba vagyok a névvel, tehát azt az embert a hatatlanságból, aki majd megalkotja az időmezőt. Ezzel nem szűnik meg egyből a hatatlanság, akkor ergo még van lehetőség a megmentésére. Ez is egy olyan érdekes dolog. Valami, ami, ami ha egyszer nem jön létre, akkor meg kéne egyből szűnjön, de mi az a, ez a tehetetlenség benne? De ezt említik közben is, hogy ezek a, 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 a folyamatok az idő változásnak vannak tehetetlenségei, sőt azt is mondják, hogy ez olyasmi, mint a tova dobott kő, hogy mit tudom én, a közvetlen a változás közvetlen környezetében nagyobbak a hullámok, és egy bizonyos távolságon, meg egyre kisebbek, és van egy olyan távolság, mert hatással az időre, az a változás. Azt én értem, csak hogy itt az a változásnál, de itt az, hogy, hogy megakadályozom, hogy létrejöjjön a halhatatlanság. ez is egy változás, tehát változtatás igen, de akkor nem létezhetek, hogy egyszer az nem jött létre. Ez egy ilyen érdekes, jól el lehet rajta merengeni, hogy vajon ez, ez tényleg hogy történhet, meg nem mind történet. Itt ami mi cselekményünk szempontjából tényleg van egy ilyen lehetőség még, hogy még nem nincs elveszve minden, még lehet változtatni, és akkor a fő kalkulátor meggyőzi Harlant, hogy gondolj, tehát hogy segítsen megmenteni a helyzetet, találják meg a múltba rossz helyre visszaküldött emberkét, és küldjék el a jó időbe, hogy minden tökéletes legyen, Cserébe visszakapja a csajt, azt hiszi, hogy őt elszakították tőle, és az egész onnan indult ki. Főkalkulátor azt mondja, hogy nem, nem, semmi hasonló nem volt, visszakapod a csajt, menjél, elmenj meg a, a, a helyzetet. Tehát, hogy megy tovább a történet, nem is értjük egy ideig, vagy nem, is, nem értettem, hogy hogy akkor mostan hova fog kifutni. Majd tényleg, hogy visszakerül a, a, a múltba, akkor jön tulajdonképpen az igazi csattanója ennek az egész, az egész, regénynek. Igen, és ez a zseniális, hogy én, én, nem gyanítottam, tehát engem ez teljesen meglepett. Ez egy tök jó dolog, azt jelenti, hogy jól írta meg az író, nem? Te gyanítottad, hogy lesz itt ez a csavar benne? Ö... Volt valami megérzésed, vagy bármi, ugye őszintén, mert nekem semmi. Tehát valami volt, mert... mert, mert uh, benyeltem az egész. Valami volt, mert, mert tényleg volt az, hogy csepegtetett arról információt, egy, hogy, hogy, többször is uh, megemlíti ezt, amit te is említettél, szóba kerül, hogy többször is előfordult az emberi történelem során, hogy elkezdett űrhajókat építeni, és elkezdett az űrben kirajzani, amit utána mindig visszanyestek ezek a halhatatlanok, mert úgy érezték, hogy a, a, az, emberi, az emberiség boldogsága szempontjából jobb az, hogyha a Földön maradnak, és nem kezdenek el szanaszét rajzani. Tehát ez is egy érdekes dolog volt, meg amikor elmélkedik arról, hogy, hogy van egy bizonyos elméletileg bárhova elmehetnek a jövőbe, de mégis van egy olyan rész a jövőben, ami hogy valahogy zárva előlük, be tudnak oda lépni, de nem tudnak az ottani valóságba bemenni, majd hogyha elhagyják a 170 vagy mennyi évszázad utána pedig már kihalt a Föld. Tehát ott valami van elrejtve a jövőben, a távoli jövőben, amiről ők nem tudnak és nem értik, és nem tudják, hogy mi van. Tehát itt lehetett, én ebből éreztem azt, hogy valami ezzel lesz, tehát nem, nem úgy ismertem Asimovot, mint aki megcsinál azért valamit, errejt oda egy, egy dolgot, hogy utána ne beszéljen róla. Tehát, hogy ott azt éreztem, hogy valamit kezdeni kell. Nagyon dühössé vált, amikor rájön Harlan, hogy itt őt manipulálta ez a nő, és hogy lehet, hogy nem is szereti. Tehát ez a tipikus bizonytalan szerelmes, aki nem biztos benne, hogy a mostan valódi érzések vannak a másikba felé, vagy csak, vagy csak érdekből mondta azt, hogy szereti, tehát hogy, hogy, ezt szerintem jól elkapta. Nem tudja először, hogy, hogy akkor most hinni hisz neki, tehát ez a konzervativizmus kontra ö, felfedezés, és menni előre, és felfedezni, és, és változni, ez a jövő, vagy megtartani egy status quo ez a jövő, ez a két nézet tulajdonképpen csap Tehát össze. A kényelmes biztonság vagy a, vagy a bizonytalan... Bizonytalan felfedezés. Mit ez a, ez a fő, igen, igen, fő mondani való szerintem. Meg kell hagyni benne ezt a vágyat, hogy felfedez, meg a képességet, hogy felfedezhessen, hogy, hogy mehessen. És akkor ott jutunk el tulajdonképpen az igazi csattanójához a könyvnek, amik hárlan erről kell döntsön, Segít megtalálni ezt az embert, és létrehozni a halhatatlanságot, hogy hagyja a fenébe az egészet, ott maradnak a, a csajával, és élik az életüket, és hagyják dugába dőlni, meg nem születni a halhatatlanságot. Az alapfelvetés, hogy a evolúciós nyomás nélkül egy faj nem változik, akár évezredek vagy épp milliók alatt se. Igen, igen, ez is egy, egy erős mondás a szimovnak, hogy ha, ha nincsen semmi, tehát mindig a legkényelmesebben próbáljuk tartani az emberiséget, akkor megállítjuk. Hát az evolúciós nyomás hiányában. Igen, tehát megállítjuk a fejlődést tulajdonképpen. Megállítjuk az evolúciót, ami elveszi a lehetőségét a fejlődésnek. Vagy legalábbis végtelen kicsire csökkentjük a sebességét. De hogy valójában ilyesmit lehet hallani, hogy találnak, tudom, találnak olyan halakat, amik ilyen mélytengeri halakat, amik több millió év óta nem változtak. Tehát, hogy... Hát a cápák is nagyjából azt mondják, hogy ők a dinók korában is itt voltak, és szinte ugyanígy néztek ki, ugyanígy működtek. Tehát, hogy ők, ők elérték a saját fejlődésüknek a, vég, a végállapotát, és azóta köszönik szépen ők ők jól vannak. Nem is kezdtek el ezért, két lábon sétálni. Tehát, hogy ők inkább mondanám azt, hogy ők ott egy, egy, egy zsákutca lett, aztán onnan sehova tovább. De az ember ennél, ennél több kéne legyen, és lehetne, hogyha, hogyha hagyná meg lehetősége van rá. Tehát ilyen szempontban én egyetértek Harlan döntésével, nem irigylem, meg nem szívesen lettem volna a bőrében, hogy én kelljen erről döntsek, de nekem tetszett, és az is, hogy, hogy a, úgy zárja a könyvet Asimov, hogy akkor is akkor megszületett a végtelenség. És hogyha ha olvastad a, az alapítvány sorozatát. Az, az elejét a robot történetektől fogva egészen a, a, az alapítvány is földig. És a legvégén ott, ott hivatkozik pont erre, hogy ott ö, beszélget a főszereplő az egyik robottal, és az meséli neki, hogy lehet hallani ilyet, hogy, hogy, volt egy ilyen szervezet, amely válogatott a valóságok közül, hogy melyik a legjobb, van egy ilyen önreflexió benne, tehát beemeli tulajdonképpen még ezt a, ezt a Hatatlanság halála című könyvet is beemeli az ő saját univerzumába, mert felépített tényleg ezekkel a robottörténelem, történetek, birodalom, alapítvány, egy borzasztó nagy univerzumot, és még ezt a könyvet is sikerül utólagosan beemelje ebbe a... Nekem ez is tetszett. Hát fél korszakos zseni volt, szóval... De nem tetszett úgy az egész, de mégis tetszett a, a filozófia, meg ezek a dolgok, amiket mondtam, hogy ambivalens érzéseim vannak jó, én azt szeretem egy könyvnél, tehát nekem ezzel nincsen bajom. Tehát nem kell beleszerelmesedni. Mi volt a kérdés? Be. Igen, a kérdés az lett volna, hogy mit szóltál a, a lyukkártyás, meg a, a szalagos történethez. Tehát, hogy 55-ben íródik, és az, az, mennyire a rabja volt a saját korszakának a is. Tehát, hogy... Igen, ott, ott, lehetett volna egy picit így nagyvonalúbb, tehát, hogy nem, nem hanem valami tömén az eszköz, vagy valahogy ott lehetett volna egy picit általánosabb. Azért az valószínűleg ő is sejtette, hogy változni fognak ezek a technológiák. Igen, de nem tudott ennél bonyolultabbat akkor elképzelni. A Golan tervize mikor jött vele az alapítványba? De az már a 80-as évek. Tehát neki egy alapítvány, az első, az volt az 50-es évek, az is három, tulajdonképpen három kis regény novella, abból lett a, a, könyv, az alapítvány, és majd utána jöttek idővel a folytatások. Igen, mert ott van, van olyan hajó már, amit így ott leteszi a tenyerét, és akkor a, tudatálló tudatával irányít, tehát, hogy ott azért már lépett Igen, de... igen, de az a 80-as évek, 80-as, 90-es évek. Hát igen. Érdekes az, ilyen science fiction szerzők, hogy mennyire nem tudják néha meghaladni a, a saját korukat, mint a Vernének az utazása a holdba, vagy a hold körül ott is, hogy elképzel, hogy elmennek a holdhoz, de, de csak úgy tudja elképzelni, hogy egy bazi nagy golyót építenek, és ott kialakítják bent az embereknek az izét, és kilövik egy ágyúval. Tehát, hogy mert egyszerűen akár mekkora zseni vagy, valamilyen szinten a saját korod technológiája az korlátoz téged. Főleg, hogyha próbálsz technológiát is belevinni a, a, művedbe, és nem vonatkoztatsz el teljesen a technológiától. Tehát ez így érdekes volt. Jó kérdés, elakadtam rajta, és megálltam egy pillanat, hogy, hogy úristen, itt ez lehetett volna valami más, kis kreatívabb, de hát nem kötekszünk. Hát nem kötekedés, én csak szeretem mindig ezeket úgy, úgy érdekes számomra megnézni, amikor egy régebbi, régebbi művet olvasok, hogy akkor a tényleg a, mit gondolt a jövőről, és most már én a jövőben vagyok hozzá képest, jövőről lesz 70 éves a könyv gyönyörgöm. tehát hogy nem egy, nem egy mai darab, úgyhogy így érdekes megnézni, hova jutottunk. Mi is a jövőben vagyunk egyébként, tehát hogy a van nektek az a sorozatoktól a retrózaválók? Igen, igen. Élvezettel hallgatom, és ott volt valami telefonkártya, meg a pénzes telefon, és csak úgy megjegyezném, hogy... Hát én még emlékszem a Tantuszra is, hogy Tantusz volt a telefonhoz, még nem is pénzt kellett bedobni, hanem Tantusz kellett bedobni. Igen, én érme, igen, igen. Nos, ahhoz képest én most tájföldön vagyok, és 10 x ezer kilométeren keresztül rögzítünk egy podcastet, úgyhogy közben megy a kamera. Tulajdonképpen, hogyha egy picit így hunyorítok, akkor, akkor már időutazásban vagyok. Tehát ez, ez is egy megfajta skyfight történet, csak az én életutam. Igen, igen, tehát ilyen, ezért jó visszanézni néha és már nekünk előnyünk, hogy így, hogy öregszünk, a nagy hátrány, de legalább tényleg van viszonyítási alapunk, és láttuk, pont egy olyan korban születtünk, megélt voltunk fiatalok, amikor egy nagyon nagy robbanás történt a technológiában. Óriási a különbség ahhoz képest, hogy milyen volt, amikor tíz évesek voltunk, mit jelentett a technológia, és mit jelent most. 30-40 év alatt egyszerűen nem lehet ráismerni akkor átváltozott. változott. Hát igen, szalagos nem, tud, nem, tudtam volna elképzelni, hogy lesz olyan, hogy elektronikusan rögzítünk valamit. Csoda világban élünk, csak olyan szemmel kell nézni. Igen, ez így van, egyetértek. Nem mondom, hogy kibeszéltük a könyvet teljesen, mert sok minden nem érintettünk a könyvvel kapcsolatban, de hogy ez, ez szerintem mindig is így lesz. Egy óra kevés egy könyvhöz. Igen, azért, hogy vannak olyan témák, amiket nem érdemes megíteni, mert egy órát lehet beszélni róla. A lényeg volt ebbe az egészben, hogy az, mi az emberiség jövője, kinek milyen hatása van rá mennyire életképes az emberiség, blablabla, bla, bla innentől egy fél napot lenne beszélgetni erről, és ez most nem fér vele ezekből a keretekből. Így van. De a lényeg az, hogy a könyvet mi szerettük, te ilyen ambivalensen, én úgy, úgy teljesen, tehát nekem nem volt, nekem, nekem ez, egy, ez, egy, olyan könyv, ami bejön. Nem hosszú, nem mondom, hogy szimpatikusak a szereplők, de amit témát kibeszél, és ahogy azt felvázolja, kibeszéli, nekem az egy teljesen, teljesen ott van a, a toplistámon. Remélem a hallgatók is. Aki olvasta, az, az szintén egy jó könyvnek értékeli, vagy ha nem, akkor nagyon szívesen várjuk a hozzászólásait, és indokolja meg, hogy miért nem jó ez a könyv. Aki meg nem olvasta, és kedvet kapott arra, hogy elolvassa, annak ellenére, hogy a legtöbb poént lelőttük, annak pedig szeretnénk jó olvasást kívánni. Én érzem, hogyha egy könyv túl izgalmas, akkor én az a végétől kezdem, megnézem a, a, végét, hogy happy ending a vége, szóval néha az, hogy van egy kis spoiler, az nem probléma. <laughs> akkor ennek szellemében jó olvasást kívánunk mindenkinek. Megköszönöm a mai figyelmeteket, örülök, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Jó magam, Josie és az egész táv nevében köszönjük, és várunk titeket a 18. adásban Gabriel Wolf a Gépisten című könyvével. sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.